Híradó a Pannon TV-ben köszöntöm Önöket, ma április 20-a Tivadar, Aladár, Aladin, Dejte, Töhötöm és Vincencia napja van. 1738-ban ezen a napon született Jelki András író, 20 éve ezen a napon hunyt el Benny Hill, brit komikus, és 6 éve pedig ezen a napon vettünk örök búcsút Bella István költőtől. A választásokig már csak 16 nap van, a történelmi áttekintés után pedig lássuk a nap legfontosabb híreit először röviden. Éjfélkor lezárják a választói névjegyzéket. A Schengeni övezeten belüli határok ideiglenes visszaállítását javasolja Franciaország és Németország. A magyar nyelvű oktatás előnyeiről tartottak előadást Tóbán. Sikeres volt az első szabadkai karriernapok rendezvény, amely a pályaválasztás előtt álló diákoknak nyújtott segítséget. Franciaország és Németország javasolta a Schengeni övezeten belüli határok ideiglenes visszaállítását olyan esetekre, amikor a zóna egyik külső határrészén nem megfelelő az ellenőrzés. A téma kapcsán Schöffling György, az Európai Parlament képviselője telefonon nyilatkozott a Pannon RTV-nek. Hivatalos levélben javasolta Franciaország és Németország, hogy az Európai Unió hozzon döntést a Schengeni övezeten belüli határok ideiglenes, egy hónapos visszaállításának lehetőségéről egyedi esetekben. A jelenleg 23 EU tagországot számláló Schengeni övezet működtetése az uniós lakosság szabad mozgását biztosítja, így ezen tagállamok között semmilyen határellenőrzés nincs, de a külső határok felügyelete fokozott. Ennek megvan a hátulütője, hogy azt jelenti, hogy egyesek esetleg gondolják, hogy nem kívánatos személyek is utazhatnak teljesen szabadon, és megérkeznek egy olyan országba, ahol őket talán nem kedvelik. Az is eléggé világos, hogy úgymond illegális bevándorlók, immigránsok is igénybe tudják venni, hogyha bekerülnek a tengerbe, akkor nagyon nehéz őket ellenőrizni. Mindenki Görögországot említi, és azok a görögök most már tettek erőfeszítéseket, hogy különféle szűrőket állítsanak föl, de akkor is azért tudjuk, hogy nagyon sokan Görögországon keresztül kerülnek oda, papírok nélkül effektíve, de hogyha már bent vannak, épp erről van szó, hogy papírra nincs szükség. Brüsszelben kiszivárgott hírek szerint a két befolyásos uniós tagország belügyminisztere kollégáival a jövő héten Luxemburgban eszmecserét kezdeményez a témáról. El tudom képzelni, hogy ez témája lett a francia elnökválasztásnak, és Franciaországban tényleg nagyon komolyan aggódnak, hogy túl sok a bevándorló, nem tudnak velük mit kezdeni, letelepednek Franciaországba. Nem egyszer olyan munkát végeznek, mondjuk úgy, hogy piszkos munkát, amit a franciák maguk nem szívesen végeznek. Tehát, mert két oldala van. Az, ami ugyanakkor, hogyha tényleg csak ezt az oldalát nézzük, egyértelmű, hogy senki se igazából számolt az, hogy elindult ez a folyamat. Az elképzelések szerint határvisszaállítás esetén az egy hónap letelte után az Európai Bizottság feladata lenne, hogy javasolja az ideiglenes intézkedés megszüntetését vagy meghosszabbítását. Hasonló javaslatot tett egyébként tavaly ősszel az Európai Bizottság is. Kisorsolták a szerbiai elnökjelöltek sorszámát a május 6-ai elnökválasztásra. A listát legkésőbb holnap éjféli kötelesek közé tenni a hivatalos lapban. A köztársasági elnökválasztási lista első helyén Zorán Stanković jelenlegi egészségügyi miniszter áll, a Szerbia Egyesült Régiói Tömörülés képviseletében. A második a szerb hitmozgalom jelöltje Vladan Glišić. Őt Boris Tadić, a Demokrata Párt elnökjelöltje követi. A negyedik a szerbiai Demokrata Párt elnöke Vojislav Koštunica. Ötödik pedig Zorán Dragišić, a munkások és parasztok mozgalmának képviselője. Hatodik Jadran Kašešej, a szerb radikális párt jelöltje. Hetedik Muamer Zukorlić főmufti, a szerb muzulmánok egyik szellemi vezető. A Szociáldemokrata Szövetség jelöltje Danica Grujicic a 8. A Szerbiai Szocialista Párt képviseletében Ivica Dačić a 9. Őket a Fordulat Koalíció Liberális Demokrata Párt elnöke Csedomir Jovanović követi a 10. helyen. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a 11. A 12. pedig a Szerb Haladó Párt elnöke Tomislav Nikolić. A szerb haladó párt szerint a Demokrata Párt Szabadkán a választási kampányát a harcosok sorakozója lakótelepi medence kiépítésének költségeiből fedezi. Rumán ugyanis egy nagyobb medencét jóval kevesebb pénzből építenek. A demokraták szerint a haladók félretájékozottak.
Gojko Radić, a szerb haladó párt szabadkai vezetője a választási kampány hevében azt mondta, hogy a demokraták hatalmas költségekből építik a harcosok sorakozója lakótelepi medencét, miközben nem olyan messze a szerémségi rumán fele annyiért alakítanak ki hasonló objektumot. Bazén u Subotici košta preko 530 miliona dinara, a u Rumi bazén košta 289 miliona, skoro duplo manje. Sa nenormalno velikim sadržajem. A rumai polgármester Goran Vukovic a Pannon RTV-nek elmondta, két fázisra osztották a munkálatokat, az összköltség pedig 580-600 millió dinár lehet. A városi költségvetés pénzéből kezdődött az első fázis építése. Ugovorili napravljen, znači na 289 milióna, gde očekujemo da će biti završeni radovi do 1. júna 2013. godine. A rumai olimpiai medence nyitott lesz, és több sportpályát is kialakítanak a környékén. Egyebek mellett teniszezni, kosárlabdázni és focizni is lehet majd. A Demokrata Párt szabadkai szervezetének elnöke Modest Dulić szerint hazugság a szerb haladó párt állítása, mivel a rumai medence 600, míg a szabadkai 430 millió dinárba kerül. Tovább folyik a vita a Csantavéri Gerontológiai Klub tulajdonjogi hátteréről. Az épületet több millió dinárból újították fel néhány éve állami pénzekből, azonban használatba azóta sem került. A bíróság sem döntött még az ügyben. Csütörtöki riportunkban már elmondtuk, hogy Csantavéren Berényi Mária családjától még a 60-as években kobozták el a kocsmát, viszont az udvarrész továbbra is az asszony tulajdonában van. Pár évvel ezelőtt a gerontológiai központ megkezdte az épület felújítását, akkor az idős asszony szólt, hogy igény tart az ingatlanra. Akkor újították fel, akkor mondta, hogy ön erre igény tart. Hát tudták, igen, mert én mondom, Beográdba is jártam, meg ügyvéddel is, meg minden. Nenád Ivanisevics, a gerontológiai központ volt igazgatója, jelenlegi igazgatóhelyettese a Pannon RTV-nek azt nyilatkozta. Annak idején Kucsera Géza volt polgármester írta alá a végzést, amely bizonyítja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban van, és a központ bérbe veheti. Ja moram da kažem da smo mi rešenjem gradonačelnika Geze Kuče dovedeni u jednu zabludu, jer kada smo tražili prostor za otvaranje gerontološkog kluba u Čantaviru 2006. i 2007. godine, u razgovoru sa njim nam je rečeno da ta takozvana stara kafana je prostor koji je gradsko vlasništvo i da možemo da ga koristimo. A jelenlegi igazgató helyettes elmondta, hogy a végzés alapján kezdték meg a felújítást. Röviddel azután jelentkezett a tulajdonos, és elkezdődött a jogi vita. Kucsera Géza nem kíván nyilatkozni, arra hivatkozva, hogy ő már nem foglalkozik ilyen ügyekkel. Maglai Jenő, a Vajdasági Magyar Szövetség polgármesterjelöltje elmondta, a beruházónak kötelessége a földhivatalnál ellenőrizni a tulajdonjogi viszonyokat, mielőtt elkezdi a munkálatokat. Az, hogy most mindenki próbálja ezt magyarázni egy olyan módon, hogy hát nem az ő hibája, az úgy gondolom, hogy irrelevánsabb ez egész dologba. Miért hallgattak el a dologról már 3 vagy 4 éve? A tulajdonosok 4 évvel ezelőtt megjelentek a városházán, és követelték a kártérítést, illetve követelték azt, hogy rendezzék a tulajdoni viszonyokat. Maglai azt is kijelentette, hogy az illetékesek egy végzésre hivatkozva próbálnak kibújni a felelősség alól. Az ügy tulajdonjogi megoldása a bíróság kezében van. A tárgyalás már 4 éve zajlik, egyelőre még nem született döntés. Átadta egyéni tartományi képviselőjelölt listáját a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Szabadkán. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt 3 egyéni tartományi képviselőjelöltet állít. Támogatni fogom a Vajdasági Magyar Demokrata Párt csantőri tagozatának a programját. Mi ezt 5 pontba foglaltuk össze. Az első a decentralizációs folyamatnak a gyorsítása és Csantavérnek a települési önkormányzati státus elérése. A második pont a gazdaság fejlesztése és a munkahelyek teremtése, tehát a munkanélküliség csökkentése. Harmadik pontban a kommunális infrastruktúra fejlesztését látjuk, valamint ugyanilyen mértékben a szociális infrastruktúrát, és szeretnénk hozzájárulni a fenntartott fejlődés a környezetvédelmi mozgalmak a munkájához is. Hogyha ezek a képviselők bekerülnek a képviselőházba, biztosíthatom a polgárokat, hogy olyan programmal, amivel majd a nagyon közelben megismertetjük a tisztelt közvéleményt és a sajtó munkatársait, be fogjuk tartani az utolsó pontig. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a képviselőjelöltjeink
a tartományi mandátum megszerzése után szándéknyilatkozatot fognak tenni arról, hogy a mandátumukat ne tartsák meg. A párt szerint a jelöltek bejutnak a választás második körébe, és ott is helyt állnak majd. Egyes helyi médiumok csak a hatalmon lévő pártokat népszerűsítik a kampányidőszakban, hívja fel a figyelmet közleményében a Szerbia Egyesült Régiói politikai tömörülés. Elfogadhatatlan számukra a médiában tapasztalható manipuláció, ami a 90-es éveket idézi. Azt mondják, a helyi médiaházaknak a valóságot kellene tükrözniük, és függetlennek lenniük mind politikai, mind pedig anyagi értelemben. A 130 éves Kishegyesi vasútállomás agóniája hosszú évekre nyúlik vissza. Az épület a szerbiai vasutak tulajdona, ám anyagi eszközök hiányában semmit nem tettek megmentése érdekében. A község pedig nem tehetett, mivel nem tulajdona az objektum. Miután a vasútállomás csupán megállóhely lett, és a vasutaknak már nem volt itt alkalmazottja, az épület lakatlanná vált és elindult a pusztulás útján. Az elmúlt év őszén már olyan rossz állapotban volt az épület, hogy életveszélyessé vált az utasokra nézve. A megrongálódott tetőről cserepek estek le, és a betört ablakokból kieső üvegek is életveszélyt jelentettek. Illés Péter nyugalmazott vasutas az egykori épületre emlékezik. Azelőtt rendetlenség volt, az ajtók leszedve, az ablakok kiverve, mindent is tönkretettek, és mostan rendben lett téve annyira, hogy az utasoknak egy kicsit kellemesebb a helyük. Kishegyes község a szerbiai vasutakkal együtt már évekkel ezelőtt kidolgozott egy tervet vasútállomások megmentése címen. Ebben részletesen beszámoltak az épületen elvégzendő szükséges munkálatokról. Az idén a község zöld fényt kapott némely munkálatok elvégzésére. Azt oldottuk meg ezzel, hogy lekonzerváltuk, ha szabad így fogalmaznom, és a következő évekre biztosítottuk azt, hogy az épület tovább ne romolhasson. Ne történjen meg az ezzel az épülettel is, mint más jelentős hegyesi építménye, hogy téglánként lassan eltűnik. Pénteken Rade Vorzsics, a szerbiai vasútak szabadkai részlegének képviselője és Csóri Róbert polgármester megtekintette az elvégzett munkálatokat. Jószú neki prvi koraci na radovima na krovu i na staničnoj zgradi u smislu zaštićenja od ovih kako kiše i elementarnih nepogoda, tako i od trećih lica koje su sklona uništavanju železničke imovine. A szépület megmentése érdekében a község további munkálatokat tervez. A már befejezett és folyamatban lévő Magyarkanizsa községhez tartozó útépítéseket látogatta meg Nyilas Mihály, a község polgármestere. A küldöttséget útjára elkísérte Bödő Sándor is. Nyilas Mihály Magyarkanizsa polgármestere munkatársai kíséretében 4 helyszínen járt ma délelőtt. Adorján, Oromhegyes, Tótfalu után Martonoson tekintette meg az aszfaltozási munkálatokat. Pár nap múlva itt már aszfaltos szilárd burkolat lesz az utcában. Ugyanennek a projektnek a keretében ősszel elvégződött a Trebinye utcának az aszfaltozása. Az Oromhegyesen most folyó munkálatok értéke 4,5 millió dinár. A községi aszfaltozási program keretében Adorjánon és Martonoson egyaránt 7,5, Tótfaluban pedig 8 millió dinárt fordítottak az utcák aszfaltozására. A program részeként 1 millió 800 ezer dináros ráfordítással napokon belül aszfaltréteget kap az általános iskola kézilabda pályája is. Magyarkanizsai Fehér Ferenc utcában játszótér épül. Ez a Tiszavirág és a Koharnold utcák közötti területen fog elkészülni egy szerény játszótér. Egy 16x16 méteres aszfaltozott pálya készül. A község településein nem csak a községi programban előlátott aszfaltozások folynak, hiszen több faluban a helyi járulék eszközeiből is utakat építenek a helyi közösségek. Több hete tart a Csantavéri Hunyadi János általános iskola felújítása. A projektet a tartományi nagyberuházási alap 22 millió dinárral támogatja. 8 év kemény harc után végre felújítják a csantavéri Hunyadi János általános iskolát. A diákok nagyon örülnek a változásnak. Nagyon örülünk, hogy felújítják a mi iskolánkat, mert télen már nagyon fáztunk. A festés már elég kopott volt, régi, szigetelés nem nagyon volt, és télen elég hideg volt, az ablakok itt-ott meg voltak már repedezve. Hetekkel ezelőtt elkezdték az iskola felújítását, amit a tartományi nagyberuházási alap 22 millió dinárral támogatott.
Nagyon szeretnénk, hogy a parketta is felújításra kerüljön, ugyanaz is nagyon rossz állapotban van, korhad. Ami benne van ebben 22 millió dinárban, az a régi ablakoknak a cseréje, amit modern műanyag ablakokra tudunk cserélni, és a tető mennyezetet lejjebb hozzuk, tehát és az is el lesz szigetelve, és a tető fedő kicserélve. A csantavéri Hunyadi János általános iskolát még a 60-as években építették. Az épületen azóta nem történtek fejlesztések. A felmérésekből kiderült, az iskola minősége építészeti szempontból nem felel meg az előírásoknak. Szigetelés hiányában télen a diákok kabátban ülték végig az órákat. Az igazgatóság több éve harcolt a fűtés megoldásáért. Tóbán rendezett élőújságot a Hét Nap. A heti lap rendezvényén szinte az egész falu megjelent. A helyiek a szórakozás mellett arról is hallhattak, hogy a tartományi nagyberuházási alap milyen projektumokat valósít meg a faluban. Az 500 lelket számláló bánáti kisfaluban nincs munkalehetőség. A fiatalok kilátástalan helyzetben vannak, Tóbán nem történik semmi, mondják a helyiek. Ki van halva a falu, szegénység. Nem történik semmi sem, nincs. Rávaló. Nem nagy élet van Tóbán. Nem. Úgyhogy munkahely nincs. Kern Imre, a tartományi nagyberuházási alapigazgató helyettese a Hét Nap rendezvényén elmondta, ahhoz, hogy az emberek ne hagyják el a saját településeiket, fontosak a beruházások. A tervek szerint a közeljövőben folytatják az utcák aszfaltozását, és a művelődési házat is felújítanák. Attól függ, hogy a VMS-es politikusok maradnak olyan helyzetben, hogy ezeket a projektumokat tovább vigyék. Tomek Viktor megbízott főszerkesztő a Pannoner TV-nek elmondta, az élő újságok azért fontosak, mert ilyenkor az olvasók elmondhatják véleményüket a lapról, illetve azt, hogy miről szeretnének még olvasni. A Hét Nap 8 oldallal bővült, és ebből a 8 oldalból 4 oldal színes. A rendezvényen a Hét Nap vendégei és a helyi műkedvelők léptek fel. A Hét Nap szerkesztősége legközelebb szombaton Kólán tart élő újságot. A ludasító szanálásáról és a ludasi kultúrotthon felújításának fontosságáról is szó esett a VMS által szervezett lakossági fórumon. A VMS ismertette programját, beszámolt a ludasi polgároknak a választások utáni terveiről. Pásztor István, a VMS elnöke elmondta, május 6-a után a VMS együttműködne a Demokrata Párttal. A program túlnyomó hányada olyan célkitűzéseket tartalmaz, amik egybeesnek azzal, amit a Demokrata Párt is képvisel. Pásztor kiemelte, a VMS szeretne partneri kapcsolatra lépni a DP-vel, de a DP szabadkai képviselőivel, azaz a jelenlegi városvezetéssel semmiképpen. Maglai Jenő, a VMS polgármester jelöltje, a Szabadkára vonatkozó programot ismertette. A polgároknak a nagy része érezze azt, hogy komoly előlépés van, ahhoz reálisan 6-8 év kellene. Csernetics Ilona, a VMS tartományi egyéni jelöltje, az egészségügy fejlődéséért harcol. A primáris betegellátást szeretné helyreállítani. A szakrendelőket az egészségházban kellene kivinni, mert egy olyan dolog, hogy szemüvegíratás miatt kórházba menni. Hát ilyen gondolom a világon még nincs. A ludasi polgárok támogatják a VMS programját, elmondták, hisznek a javulásban, amennyiben a VMS kerül újra hatalomra. Palicson, a Ludasítónál, Kelebián, valamint Szabadka különböző részén állítják ki 10 általános iskolás plakátokra kinyomtatott rajzát. A diákok részt vettek a Védjük meg az anyatermészetet elnevezésű pályázaton, melyet a Köztisztasági Kommunális Közvállalat és a Szabadkai Önkormányzat írt ki a szabadkai általános iskolák számára. 20 szabadkai iskola vett részt a pályázaton. A pályázat célja felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje, održavaju se mnogobrojne aktivnosti, manifestacije, akcije sa ciljem da se ukaže na stanje naše planete, na zagađenost planete, isto tako da se podigne nivo ekološke svesti. A legjobb munkák alkotóit oklevéllel és ajándékcsomaggal jutalmazták. A vízfestékeken és ceruzákon kívül mobiltelefonokat is kaptak. Ez általános dicsőséget jelent, örülök, hogy ki lehet állítva. 500 beküldött munkából 250 alkotást állítottak ki, melyek közül a 10 legjobb rajzot egy képzőművészekből álló szakbizottság díjazott. A műveket az érdeklődők a Városháza kiállítótermében tekinthetik meg. Április 19-től újból működik a Magyar Szó napilap székházának fényreklámja.
A vajdasági és az újvidéki magyarság egyik szimbóluma a Magyar Szó című napilap. A 60-as években ez volt az első igazi minőséges fényreklám Újvidéken. A 90-es évek elején viszont kialudt, és azóta senki sem szentelt neki kellő figyelmet. Egyesek azt kérdezték, hogy ez kampányfogás. Nem, ez nem kampányfogás. Ez a mi itt létünknek a tüze. És tegyünk fogadalmat mindannyian, és ez nem pátosz, hogy ameddig Újvidéken magyar lesz, addig, amíg Vajdaságban magyar lesz, ne hagyjuk a magyar szó világítását, fényét elaludni. Többszörösen fölmerült a gyanú, hogy el fogják innen vinni a magyar szó szerkesztőségét. Hát ez most azt hiszem, hogy ékes bizonyítéka annak, hogy itt mi megmaradunk és fönnmaradunk. A napilap fényreklámjának újjáélesztését Miavec Béla, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviselőjelöltjének kezdeményezésére és Berta Zoltán a Fórum Nyomda igazgatójának kivitelezésében valósították meg. Sikeres volt az első szabadkai karriernapok rendezvény, amely a pályaválasztás előtt álló diákoknak nyújtott segítséget. Az érdeklődő fiatalok kipróbálhatták a különböző szakmákat, egyebek mellett a fafeldolgozás módjait vagy a műkörömépítést. A tovább tanulás előtt álló nyolcadikosok több népszerű szakmát ismerhettek meg az Iván Szárics Műszaki Iskolában rendezett kiállításon. A munkaadó cégek és vállalkozások képviselői elégedettek, ugyanis a diákok folyamatosan érdeklődtek, kérdéseket tettek fel a különböző foglalkozásokról. Egyebek mellett arra is választ kaphattak, mennyire keresett egy-egy nekik tetsző szakma. Egész nap itt vannak a gyerekek, úgyhogy épp érdekel őket nagyon. Az építészettel és lakberendezéssel foglalkozó cégek iránt is sokan érdeklődtek. A manifestáció fontos, azért, mert a fiatalokkal megismerkedtek, A rendezvényen a népi mesterségek is helyet kaptak. Vagyunk így egy pár napja, a régi mesterséget szeretné a gyerekeknek mutatni, hogy kétkezi munkával is lehet dolgozni. Az első szabadkai karriernapokon a fiatalok ki is próbálhatták a bemutatott szakmákat. A rendezvényen 11 szabadkai és topolyai középiskola, valamint a Szegedi és az Újvidéki Egyetem is bemutatkozott. A karriernapok az IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program részeként valósult meg. 8. alkalommal szervezett állásbőrzét Adán, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 16 munkaadó összesen 241 munkahelyet kínált fel a munkanélkülieknek. Az állásbőrzén megjelent emberek elmondása szerint nagyon nehéz munkát találni. Azt állítják ugyanis, hogy középkorú embereket nem szívesen vesznek fel a munkaadók, a fiatalok dolgát pedig a megfelelő munkatapasztalat hiánya nehezíti meg. Modellasztalosként végeztem, később letettem egy döntőformázó, aztán mint hentes, de nem kapok sehol sem munkát, mivel hogy 53 éves vagyok. És itt most szétnézett, milyen lehetőségek van? Megpróbálom megint az öntödét, talán aztán megyek tovább. Én gyógytornász technikusi középiskolát fejeztem be, úgyhogy ezzel a szakmával is szeretnék foglalkozni, vagyis hát ezzel próbálnék elhelyezkedni, de nagyon nehéz, már így évek óta próbálok vele, de nem igazán az egészségházba is, így meg ilyen létesítményekben mindenhova beadtam a jelentkezésemet, de eddig nem jártam még sikerrel sajnos. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nagy hangsúlyt fektet a fogyatékkal élők munkavállalására is. 22 mesta su predviđena za invalidna lica. Pošto nacionalna služba zajedno sa poslodavcima je konkurisala za javne radove i dobili smo. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartása szerint Ada községben mintegy 1300 munkanélküli volt a múlt hétig, amikor is a közmunkák révén 50 ember állt munkába. A szerbiai polgárok fele tartja korruptnak országa rendőrségét, egy felmérés szerint ugyancsak 50% tartja szelektívnak a korrupció ellenes állami politikát, és állítja, hogy nem tenne bejelentést a vesztegetésekről, mert a gyenge tanúvédelem miatt nem érezni magát biztonságban. A megkérdezettek 73%-a szerint a társadalom fő problémája a korrupció. Súlyos testi sértés gyanújával a szabadkai rendőrség őrizetbe vette a 23 éves Dávor B., a 30 éves Petár B., a 27 éves Vukasin R., valamint a 23 éves Alexander R. szabadkai lakosokat. Azzal gyanúsítják őket, hogy korábbi tisztázatlan viszonyok miatt IF-nek életveszélyes sérüléseket okoztak. A szabadkai alapfokú bíróság vizsgálóbírája 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte őket.
fokozott rendőrségi intézkedéseket vezetnek be a szabadkai Spartakusz Zlatibor Voda és az újvidéki Vojvodina holnapi futballmérkőzésére. A belügyi titkárság figyelmezteti a szurkolókat, hogy tilos alkoholt, illetve pirotechnikai eszközöket vinni a stadion területére. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a szabadkai csapat pályáján. Elérkeztünk híradónk végére, de mielőtt elbúcsúznék önöktől, lássuk a legfontosabb híreket még egyszer. Éjfélkor lezárják a választói névjegyzéket. A Schengeni övezeten belüli határok ideiglenes visszaállítását javasolja Franciaország és Németország. A magyar nyelvű oktatás előnyeiről tartottak előadást Tóbán. Sikeres volt az első szabadkai karriernapok rendezvény, amely a pályaválasztás előtt álló diákoknak nyújtott segítséget. Üdvözöljük Európában című műsorunkkal, holnap Temesvárra látogatunk, 8:30 pedig portréfilmet vetítünk Káics Katalin nyugalmazott egyetemi tanárról. Ne felejtjék, híreinket elolvashatják a pannonrtv.com oldalon, de hallgassák rádió műsorunkat is a 91,5-ön, és nézzenek minket továbbra is a viszontlátásra.